Focitábor tartottak Balázsán. A tábor vezetőjét, Vén Lászlót és a résztvevő gyerekeket kérdeztük. Focitábor tartanak itt Balázsán, erről kérdezem Vén Lászlót, táborvezetőt. Köszöntöm Önt. Mit is tudhatunk erről a táborról, milyen korosztály vesz részt rajta, és a hét folyamán milyen programokkal is készülnek a gyerekeknek? Ez egy hagyományos sporttábor itt Balázsán, igazából félig meddig az iskola, félig meddig az egyesület szervezésében, minden évben meg szoktuk tartani a nyáron. A fő célunk az az, hogy gyerekeket összehozzuk így az idény kezdet előtt, és kicsit fölkészüljünk a komolyabb szintű munkára, amit majd évközben fognak végezni. Ezzel indítjuk tulajdonképpen a következő idényt. 8 és 14-15 éves gyerekek, 8 és 14-15 évesek közöttiek azok, akik itt vannak jelenleg, illetve most lehetett itt látni nagyobbakat is köztük, azok pedig régi focistáink, akiket meghívtunk most vendégként a mai napra. Milyen programok voltak eddig, és a hét folyamán mivel készülnek, és miben is segítik az idősebb korosztály a fiatalabbakat, például ezen a napon? Hát elsősorban nyilván a sport a lényeg ezen a héten, meg az, hogy jól érezzék magukat a gyerekeket, vagyis a gyerekek. Hát a fő célkitűzés a labdarúgás mindemellett, és próbáljuk azért színesíteni ezt különböző más dolgokkal, úgy, mint bicikli túra, stadionlátogatás Szegeden, vagy edzőmérkőzésre fogunk utazni, majd egy szomszéd településre. Vannak elméleti feladataik a gyerekeknek, pázilözés, totó, labdarúgás elmélet, EB olimpia téma megbeszélése, szabályismeret, tehát nagyon sokrétűen próbáljuk őket fejleszteni, illetve a szabad idejüket jól kitölteni, illetve a szülőknek segíteni azzal, hogy itt vannak velünk, úgyhogy ez egy ilyen több célű feladat ezen a héten. Hogyan is érzed magad ebben a táborban, és mi volt a kedvenced eddig a héten? Szerintem nagyon érdekesek a feladatok, jól éreztem magamat, és a kedvencem az meg a meccsezés volt. Hát jól éreztem magamat, fociztunk, meg hát gyakorlatoztunk, rúgtunk kapura, meg meccseztünk, meg... Mi volt a kedvenced eddig ezen a héten? A focizás. Darts tábor tartott a Kisteleki Revans Darts és Sport Egyesület. A tábor vezetőit és a résztvevő gyerekeket kérdeztük a táborról. Na miért vagyunk itt? Dobjunk együtt! Darts tábort tartott idén először a Kisteleki Revans Darts és Sport Egyesület, a táborvezetőt, Halász Leventét kérdezzük erről. Köszöntelek, mit tudhatunk erről a táborról, mely napon milyen programokkal vártátok a gyerekeket? Hát ez az első táborunk, és próbáljuk a ifjú titánokat dartsossá avanzsálni. Hát minden nap próbáltunk szabadidős tevékenységeket nyújtani számukra. Voltunk uszodába is, illetve fociztunk, tollasoztunk, jól érezte mindenki magát. Versenyt is szerveztünk a gyerekeknek, hogy átéljék ezt az élményt is, és mindenki boldogan érezte, vagy mindenki jól érezte magát, és szerintünk jól sikerült. Fönként mely korosztály vett részt rajta, és honnan is érkeztek ebbe a táborba? Hát leginkább a 9-től 11-12 éves korig. Kistelekről érkeztek a legtöbben, illetve Tömörkényről és Pusztaszerről is van diákunk, úgymond. Mit tapasztaltatok, hogyan is érezték magukat a gyerekek ebben a táborban? Mindenki jól érezte magát, meg próbáltam mindenkire odafigyelni, kellő figyelmet megadni. Egyéni képzésben, illetve csoportos képzésben is úgy mondta, hogy egy egységet tudjunk alkotni, és igazából ez volt a táborunk célja, hogy egy olyan közösséget tudjunk létrehozni, amely a jövőben is összetartó tud maradni. És ezt majd próbáljuk szakkörökkel és más egyéb délutáni tevékenységekkel összehozni, hogy ez a összekovácsolódott kis csapatunk megmaradjon. Mindenképp szeretnénk folytatni ezt a Dobjunk Együtt társztábort, és akkor már reméljük, hogy sorozatról tudunk beszélni, mert reméljük a srácok majd tovább viszik a hírnevünket, és egyre többen leszünk.
Mit is tudhatunk ennek a tábornak a szervezéséről, hogyan is zajlott ez? Hát ugye tudni illik, hogy már tavaly szerettünk volna egy gyermektábort szervezni ide Kistelekre, de sajnos ugye a pandémia nem adott erre lehetőséget, ezért évelején úgy döntöttünk, hogy még egyszer belevágunk ennek a szervezésébe. Négyen összeültünk, Csősz Tamás, Halász Levente, Polyák Géza és jó magam. Összeültünk és megbeszéltük, ötleteltünk. Egy délután alatt sikerült egy olyan programtervet létrehozni, amire tudtunk építkezni, és az alapján elkezdhettük szervezni az egész táborunkat. Az első lépésként egy leírást csináltunk erre a táborról, hogy a kedves szülők kellőképpen tudjanak tájékozódni a programokról. Emellett jelentkezési lapokat is megcsináltuk, illetve egy külön e-mail címre vártuk a jelentkezőket, illetve az érdeklődőket. Ugye maximum 20 főre próbáltuk a táborunkat limitálni, 10 jöttek el erre a mostani táborra. Ez nem csalódás, hogy fele annyi, mint amennyit kiírtunk, mert nekünk is ez egy iszonyat jó lehetőség volt arra, hogy felmérjük azt, hogy mennyi igény van erre, és mennyire tudjuk ezt megcsinálni, ezt a tábort. Egy hét után azt kell mondjam, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült ezt a tábort megszerveznünk. Látva sok fiatal gyerkőcöt, akik örömmel ragadtak nyilat és motiváltak voltak egész héten, úgyhogy mindenféleképpen ennek lesz majd még folytatása. Polyák Gézát, az Egyesület elnökét kérdezzük arról, hogy hogyan is jöhetett létre ez a tábor, kik voltak azok, akik támogatták az Egyesületet. Hát itt már előttem elmondták a társaim, hogy régebben szerettük volna ezt a tábort már létrehozni. Ugye azért ezt meg kellett szervezni, a pandémiás időszak után volt egy hónap, amikor lehetett volna táborokat szervezni, de úgy döntöttünk, hogy ezt semmiképpen nem vállaljuk, mert olyan tábort szerettünk volna, ami tényleg a gyerekekkel foglalkozik, és egy hónap alatt ezt nem tudtuk volna létrehozni. Hála a jó Istennek, hogy idén már meg lehetett szervezni egész jó, komoly módon. Tulajdonképpen ez ott kezdődött az egész, hogy a Revansdás Sport Egyesületben nincsenek fiatalok, és szeretnénk ezt a fiataloknak is megmutatni ezt a sportot, és bízunk benne, hogy az utánpótlásban majd részesei lesznek ők is. Ez kevés lett volna egy egyesület részéről, úgyhogy támogatók is voltak. Először is meg szeretném köszönni a Kistelek Város Önkormányzatának, akik a helyszínt biztosították nekünk. Én szerintem ez egy nagyon impozáns környezet a gyerekeknek, és itt mindenféle foglalkozást tudtunk tartani, a bemelegítéstől kezdve a gyógytornász látogatott el hozzánk, foglalkozást tartott a gyerekeknek. Kint a szabadba tudtak játszani, bent beállítottuk a terembe a tábláinkat, ott tudtak játszani, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt számukra, és nekünk is egy nagyon jó környezet. Szeretném még megköszönni a Prismian MKM Kft-nek, Kisteleki Kábelgyárnak, akik gyümölcsöt és kisebb ajándékot adtak a gyermekeknek. Azon kívül még szeretném megköszönni ugye a főtámogatónknak, az Onyx Pub kávézónak, akik a heti menüt nagyon finom ebéddel vártak bennünket mindig. Ugye ott tudtak pingpongozni a gyerekek, tudtak csocsózni, illetve a DÁSZ termünkben tudtunk nekik még egy-két instrukciót adni, és ott fogadtuk a válogatott játékost, illetve egy másik szegedi játékost, akik bemutató mérkőzést mutattak nekik. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült a tábor, és bízom benne, ám bár úgy látjuk, hogy a gyerekeknek ez nagyon tetszett, hogy jövőre is, hogyha úgy gondoljuk, hogy megszervezzük, akkor lesznek ugyanúgy jelentkezők. Hogy érezted magad ebben a táborban? Milyen programok voltak a héten? Jók voltak. Csocsóztunk, pingpongoztunk. Neked melyik volt a kedvenced? A csocsó, meg a pingpong. Esetleg, hogyha lesz jövőre ilyen vagy ez hasonló tábor, akkor szeretnél részt venni rajta? Igen. Tömörkényről érkeztem, jól érzem magam. Hát, az, hogy dárcoztunk, meg volt egy dárc verseny ma. Tömörkényről jöttem. Tegnap dárcoztunk, pingpongoztunk, nagyon jó a tábor, remélem jövőre is jöhetek. Mi volt a kedvenc programotok így ezen a héten? Melyik nap volt a kedvenc mondjuk? Hát a ma is jó volt, meg a kedd és a csütörtök. Nekem minden nap tetszett, a dárcozás miatt meg minden jó volt.
Deszkről jöttem, és nagyon tetszik ez a tábor, és szeretnék majd máskor is jönni ide, és dászoztunk ebben a táborban legtöbbet, csocsóztunk, pingpongoztunk, és igazából ennyi. Kistelekről jöttem, kedvenc élményem, úgy az egész tábor. Miket csináltatok ezen a héten? Hát, volt dárc verseny, dárcoztunk legtöbbet, pingpongozni is lehetett, csocsózni, ilyenek. És jól érezted magad ebben az egy hétben? Igen, nagyon jól éreztem. Remélem máskor is jöhetek. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozatról készült összefoglalónkat tekinthetik meg a következőkben. Idén is az ünnepélye a zászló felvonással kezdődött az augusztus 20-ai rendezvénysorozat Kisteleken. A zászlókat Nagy Sándor, a település polgármestere, Domonics János alpolgármester és dr. Nagy Rusztem jegyző húzták fel fanfárok hangjainak kíséretében. Készülni. Vigyázz! Rajt! Hagyják Istenek! Rögtön ezután elrajtolt a Szent István napi ünnepi futás, kerékpározás és görkorcsolyázás. Évek óta hagyomány már, hogy egy utcai versennyel indul a 20-ai ünnepségsorozat Kisteleken. Idén a Magyarországos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség felvette a hivatalos versenyek sorába a rendezvényt, így más városokból is érkeztek versenyzők a mezőnybe. A mezőny célbeérését követően a város vezetője, Sándor Szidónia képviselő asszonnyal közösen adta át az érmeket a kijelölt távot leggyorsabban teljesítőknek. Gyerekfutásban első helyezettet Figler Marcel. Hoppa! Szép volt, Marci! Tesi tanár, nálunk az anyukája azért majdnem, hogy illik. Bravo, gratulálok! A reggeli sportrendezvény után folytatódott az ünneplés. A város polgármestere, képviselői és intézményvezetői a Szent István szobornál és a Mária Terézia szobornál helyezték el a megemlékezés virágait. A virágok elhelyezése után egy ünnepi szentmisén emlékeztek meg a városunk templomának védőszentjéről, államalapító Szent Istvánról. Az ünnepi szentmisét Kovács Zoltán atya celebrálta, míg a szentbeszédében Imre atya emlékezett meg hitünk fontosságáról, nemzetünk születéséről. A magyar nemzet születéséről van egy gondoskodó, szerető szív, egy atya, egy férfi, egy erős kézű, aki gondját viseli ennek a közösségnek, ennek a népnek, amit mi magyar népnek, magyar családnak, magyar közösségnek nevezünk. A szentmise egy körmenettel zárult, ezután a résztvevők a vásártérre vonultak. Az ünnepi beszédében Farkas Sándor országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára emlékezett meg az államalapításról.
augusztus 20-án azt ünnepeljük, hogy létrejött a saját otthon, földet, hazát, biztonságot és szabadságot nyújtó önálló magyar államiság. 1090-ben már Első László elrendelte, hogy Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson. Rögzítette az augusztus 20-át is, melyet még 1083-ban István király szenté avatásakor 7. Gergely pápa jelölt ki. Az ünnep jelentőségét az is növelte, hogy a középkori királyok ezen a napon tartották székesfővárosi törvénynapokat. Ezután a Kistelekváros képviselőtestületének döntése alapján átadták az év rendőre, az év tűzoltója, valamint az év mentőse díjakat. Az év rendőre díjat dr. Sejben Győző rendőrőrnagy vehette át, az év tűzoltója Balázs András tűzoltószázados lett, míg az év mentőse díjat György Dániel mentőszakápoló kapta az idei évben. Majd következett az augusztus 20-ai ünnepségsorozat fénypontja, az új kenyér megszentelése, melyet dr. Kisrigó László megyés püspök szavai kísértek. Szent István ünnepéhez kapcsolódik hagyományunk szerint az új kenyér megáldása. Gondoljunk bele, hogy maga a kenyér, amit most ide hoztunk a nyári oltára, egy csoda. Attól kezdve, hogy a mag a földbe kerül, és most itt van az új kenyér. Majd a mezőgazdasági kiállítás megnyitója után a délutáni programok következtek, ahol több kisteleki fellépő mellett vendégek is színesítették a rendezvényt. A sort a Rockszerkó együttes kezdte, majd a lovaspályán akadályhajtó bemutatót tekinthettek meg az ide látogatók. A színpadon ezután a kisteleki citarazenekar lépett fel, utána a Bába Bokra néptánc csoport következett. Ezután is a táncé maradt a főszerep, a ProArt Elite Táncakadémia tagjai léptek fel. Majd következett a fúvózenei találkozó, mely a Rákóczi utcáról indult. Ennek keretében fellépett az idősebb Vándor Rudolf fúvózenekar és meghívottjai, a Kalocsai fúvózenekar, valamint a Kiskörös város fúvózenekara. Zárásként a három zenekar együtt is színpadra lépett. Ezután az apostol együttes következett a kistelekiek nagy örömére, majd tűzi játékkal és utcabállal zárult az este. Felhívás forgalmi rendváltozásról. A Kistelki Általános Iskola új szárnyának építése miatt a munkálatok befejezéséig, az iskolai tanévben tanítási napokon az alábbi forgalmi rendváltozások és forgalomkorlátozások lépnek életbe. A Petőfi utca felől az iskolában sem gépjárművel behajtani, sem gyalogosan belépni az építkezés ideje alatt nem lehetséges. Minden reggel 7 óra és 8 óra közötti időben a Bercsényi utca az Árpád utca felől a Fekete József utcáig egyirányú lesz. Ezen idő alatt a Fekete József utcából a Bercsényi utcára csak balra lehet kanyarodni. A Bercsényi utcán, az iskola előtt az úttesttel párhuzamos parkolás 30 méteres szakaszon tilos lesz. A közlekedést rendőrök, illetve polgárőrök segítik. Valamennyi változást közlekedési táblák fogják jelezni.
A közlekedés során fokozottan figyeljenek a gyermekekre.